Amióta az emberek elkezdtek gondolkodni az univerzum szerkezetéről, a velejéig szeretnék megismerni, de egy amerikai űrhajós derítette fel a határait, ha van ilyen egyáltalán. Edwin Powell Hubble és a táguló világegyetem. Edwin Powell Hubble azon tudósok hosszú sorába tartozik, akik egész életüket a kíváncsiságuknak szentelték. 1600-ban a Szent Inkvizíció halálra ítélte Giordano Brunót, többek között azért, mert kimondta, hogy az univerzum határtalan és számtalan világ hazája. 57 évvel később Isaac Newton elméletileg alátámasztotta Nicolaus Copernicus világnézeteit, aki szerint a nap és nem a föld a világ mindenség középpontja. Bizonyítékként a nap vonzó erejét hozta fel, ami a pályájukon tartja a bolygókat. Ezzel alapjaiban rengette meg az egyház nézeteit, máskülönben viszont szellemi segítséget nyújtott az egyháznak. Newton megfigyelte, hogy az úgynevezett fix csillagok közül sok igenis mozog. A mozgási törvénye szerint azonban minden mozgásban van, a nem látható égi testek is. Így a világegyetemnek nem lehetnek határai. Ez a magyarázat már jobban tetszett Rómának. Végül is összhangban volt az elmélettel, hogy Isten a saját képére teremtette a világot. Ha Isten örök, a világegyetem is az. Hogyan jött létre a világegyetem? Miért vannak egymástól olyan távol a csillagok, amikor a gravitációnak össze kellene terelnie őket? Newtonnak nem volt felszerelése, hogy megválaszolja a kérdéseket, de az őt követő 250 évben óriási haladást értek el. William Herschel saját építésű gigantikus távcsövével 1785-ben felfedezte az Uranus bolygót. Az égbolt megfigyelése közben Herschel fényes pontokat látott, amelyeket foltok vettek körül. Először azt hitte, csillagok, amiket gáz és porfelhő vesz körül. 1845-ben az ír csillagász William Parsons Ross grófja elkészítette a tükrös távcsövét, amit Leviatánnak nevezett el. A 10 tonnás gép korának leghatalmasabb távcsöve volt. A csillagász ezzel fedezte fel először, hogy számos csillagköd spirális formájú. Azt nem tudta, hogy ezek más galaxisok. A rajzai elképesztően részletesek, akár fényképek is lehetnének. Miközben egyre több csillagködöt fedeztek fel, még mindig nem tudták igazából, mik azok. Ez az ember kellett hozzá. Edwin Powell Hubble a Missouri Marshfieldben született, 1889. november 20-án egy biztosítási ügynök fiaként. Már nagyon korán érdekelte a csillagászat, és Jules Verne a Földtől a Holdig című regénye volt az egyik kedvenc olvasmánya. A nagyapja épített magának egy távcsövet, és a kis Edwin sok estén kémlelte vele az égboltot. Az apa vállalkozása Wheatonbe, egy chicagói kertvárosba szólította a családot. Edwin 1899. június 23-án éjszaka a barátjával szemmel együtt nézhette meg a szabad ég alatt a holdfogyatkozást. A látvány lenyűgözte a két fiút. Az iskolát jó jegyekkel fejezte be, így ösztöndíjat kapott a chicagói egyetemre, ahol matematikát és csillagászatot tanult, és kitűnt a sportban is. Hiába volt a csillagászat a szenvedélye, az apja elvárásainak megfelelően 1910-ben Angliába ment, hogy jogot tanuljon Oxfordban. Különösen nem érdekelte, amit tanul, és különösebben nem is tanult jól. 3 évvel később visszatért az államokba, és 1914-ben folytatta a csillagászati tanulmányait a chicagói Yorkies Obszervatóriumban. A doktori disszertációjában azt feltételezte, hogy a spirális csillagködök független galaxisok, jóval távolabb a tejútrendszerünktől.
ennek bizonyítására meg kellett mérnie a távolságot. Erre a célra a csillagászok a csillagok külön csoportját használták, a váltakozó fényességű cefeidákat. Hasznos csillagászati mérőrútnak bizonyultak. A cefeidák vizsgálatához Hubble 1919-ben a Pasadena melletti Wilson-hegyre épült Hale Obszervatóriumba ment, ahol az azt megelőző évben kezdték el működtetni a világ legnagyobb távcsövét. A reflektor, vagyis a tükör átmérője 254 cm volt. Hubble először az Androméda csillagködöt vizsgálta. Ez az egyetlen galaxis, ami az északi félgömbről szabad szemmel látható. Cefeidákat remélt rajta. Több év intenzív megfigyelés után talált néhányat a galaxisban. Fotólemezekre rögzítette az eredményt. A cefeidák segítségével meg tudta határozni az Androméda csillagköt földtől való távolságát, jó 800 000 fényév. Ez a hatalmas távolság körülbelül 8-szor akkora, mint a tejútrendszer átmérője, így az Androméda nem lehet a mi galaxisunk része. Ma már tudjuk, hogy ez 3-szor ekkora távolságra, 2,4 millió fényévre van tőlünk. Hubble bebizonyította, hogy a tejútrendszerünkön túl is vannak galaxisok. Amint tisztázódott, hogy lenniük kell független galaxisoknak, Hubble és az asszisztense elkezdte vizsgálni a galaxisok színképét. A színképvonalaktól egyediek a galaxisok. Az asztrofizikusoknak egyfajta optikai új lenyomatként szolgálnak, amelyek számtalan információt hordoznak, köztük a forrás, vagyis a galaxisok kémiai összetételét. A két csillagász észrevette, hogy a vonalak a színkép vörös vége felé húzódnak, ez annak a jele, hogy távolodnak a Földtől. A vörös eltolódás azért van, mert a fény hullám. A látható fény a vöröstől indul, 700 nanométeres hullámhosszal, és az ibolyáig terjed, 390 nanométeres hullámhosszal. A vörös végén lévő hullámok hosszabbak. Ha egy kozmikus tárgy, például egy galaxis távolodik a Földtől, a hullámok megnyúlnak, vagyis a színképe a vörös vég felé tolódik el. Egy közeledő tárgy kék eltolódást váltana ki, vagyis a hullámokat összenyomná. Ez a jelenség a Doppler-effektus, ami hanggal figyelhető meg. Az osztrák fizikusról, Christian Dopplerről kapta a nevét, aki észrevette, hogy egy gőzmozdony sípja magasabb hangot ad ki, amikor közeledik, és mélyebbet, amikor távolodik. Azért van a változás, mert a hangforrás mozog. Ha a forrás közeledik, a hullámok összenyomódnak, és a rövidebb hullámok magasabb hangot adnak ki. Ha a vonat távolodik, megnyúlnak a hullámok, és a hosszabb hullámok mélyebbek. Ha ezt alkalmazzuk a galaxisokra, a vörös eltolódás, vagyis a hullámok megnyúlása azt jelzi, a galaxis távolodik. A Hubble által vizsgált galaxisokban vörös eltolódás volt, és minél távolabb voltak, annál hangsúlyosabb az eltolódás. Ez azt jelenti, hogy a legtávolabbi galaxisok távolodnak a leggyorsabban. A távolság és a sebesség közötti összefüggést Hubble-effektusnak nevezzük, ami bizonyítja, hogy az univerzum tágul, és a galaxisok távolodnak, mint a pontok a megfeszített gumiszalagon. Hubble egy matematikai képlettel is leírta a felfedezését. Ez Hubble törvénye. Kimondja, hogy a távolodás sebessége, amellyel a galaxisok egymástól távolodnak, arányosan növeli a köztük lévő távolságot. Hubble felfedezése alátámasztja az ősrobbanás elméletet, miszerint az univerzumnak volt egy őse. Ez összhangban volt a keresztény egyház elméletével.
A Castel Gandolfói Vatikán Obszervatórium volt a munkahelye a belga jezsuita papnak Georges Lemaitre-nek, aki elismert csillagász volt, és az ősrobbanás elmélet lelkes védelmezője, mielőtt még így nevezték volna. Lemaitre szerint a világegyetem egy ősi atomból jött létre, amit Isten teremtett. A csillagász örült annak, hogy az univerzum tágul. A csillagász pap kora egyik legnagyobb tudósától várta a támogatást elmélete alátámasztására, Albert Einsteintől. Einstein viszont inkább annak volt a híve, hogy a világegyetemnek nincs őse. Amikor Einstein meglátogatta Hubble-t a Wilson-hegyen 1931-ben, Lemaitre is ott volt. Miután elmondták az elméleteiket Einsteinnek, elismerte, tévedett. Azonban voltak még tudósok, akik ellenezték az ősrobbanás elméletet, például az angol csillagász Sir Fred Hoyle. Hoyle bizonyítékot követelt az elméletre. Lássuk hát az ősrobbanás ősi maradványait, viccelődött. 1948-ban az amerikai fizikusok George Gemmo, Hans Bethe és Ralph Affair írtak egy cikket, amiben kifejtik, hogy kellene kinézni a maradványnak. Hőmaradvány az űrben, afféle háttérsugárzásként. Azt feltételezték, hogy az ősrobbanás óriási mennyiségű hőt termelt. Igaz, a világegyetem több mint 13 milliárd éve erősen lehűlt, de még mindig várható volt egy minimális háttérsugárzás, egy kicsivel az abszolút nulla fok, vagyis a mínusz 273 Celsius fok fölött. Az 1960-as évek közepén a Bell telefontársaság teszteket végzett a műholdas műsorsugárzást megelőzően. Arnaud Penzias és Robert Wilson mérnökök állandó háttérsugárzást észleltek. A zaj meghatározása érdekében kiszámolták a forrás hőmérsékletét, és hasonlónak találták a folyékony héliumhoz, ami 2 fokkal belül van az abszolút nullán. Az észlelt sugárzás hőmérséklete picivel volt a hélium fölött, szintén közel az abszolút nullához. Penzias és Wilson tudtukon kívül felfedezték a jövendölt kozmikus háttérsugárzást, és ez alátámasztotta az ősrobbanás elméletet. A két mérnök 1978-ban fizikai Nobel-díjat kapott korszakalkotó felfedezéséért. A technológiai fejlődés hamarosan újabb bizonyítékokat hozott az ősrobbanásra. 1992-ben a kozmikus felfedező műhold hőmérséklet ingadozást mért a háttérsugárzásban. A műhold kép most az univerzum képét mutatja 300 ezer évvel korábbról. A kék részek olyan régiók, ahol sok anyag van, a piros részek olyanok, ahol kevésbé. Az elmúlt évtizedekben az univerzumról új adatokat a csillagászok az Edwin Powell Hubble-ről elnevezett űrteleszkóppal nyernek. 2004. márciusában elkészült az eddigi legtávolabbi fotó, ami a legősibb tárgyakat mutatja. A felfedezett galaxisok egy része jó 13,3 milliárd éve keletkezhetett. Ma a tudósok többsége azon az állásponton van, hogy az univerzum mindig tágult és tágulni is fog. Az elméletet Edwin Powell Hubble alapozta meg, miközben hosszú éjszakákon át figyelte az égboltot.